két 250 négyzetméteres raktár és egy kezelőközpont áll majd ezen az egyelőre még üres területen. Balkányban itt épül meg a jégkármérséklő rendszer központja, melynek alapkövét szerdán délután tették le. A térség országgyűlési képviselője szerint a jégelhárító rendszer kiépítésével a gazdák régi álma valósul meg. Láttuk azt, hogy akár Vállalj térségét, akár fent a Belegben irtózatos jégverések voltak, de nem került el ezt a térséget sem a jégverés, habár itt a gyakoriság kisebb volt, mint a megye keleti részén. És most végre valahára az összefogás az eredményt teremtett. A több uniós országban már jól működő talajgenerátoros megoldással ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ezzel több, de kisebb jégszem keletkezik, amelyek lassabban esnek lefelé, az olvadás nyomán pedig jelentősen csökken a méretük. Az Agrárkamara számításai szerint a rendszernek köszönhetően a kárarány az 1%-ot sem éri majd el évente, míg korábban 4-4,5%-os volt ez átlagosan. Csak tavaly 70 ezer hektárt érintett a jégkár, a kárenyhítési kérelmek legnagyobb részét ezt tette ki. Egy 35 éves mérési adat áll rendelkezésünkre, ez szerint minden befektetett 1 forint körülbelül 33 forintot ment meg, ez 50 milliárdot jelent éves szinten körülbelül, ennyivel növekedhet a mezőgazdaságból származó árbevételünk, ami kárt okozott szokott okozni a jég évente, ez a 2017-es évben 70 ezer hektárt jelentett. A beruházás során 843 új talajgenerátort helyeznek el az országban, 4 régióban, ebből 70-et a megyében. A Jéger névre keresztelt országos rendszer második legnagyobb központja Balkány lesz. 275 talajgenerátornak az üzembejezéséről kell gondolkodni ennek a régiós központnak. Ebből körülbelül 20 telephely van még olyan, ahol nem lett kiszállítva a talajgenerátornak a tárolója, úgyhogy én úgy gondolom, nagyon jó ütemben vagyunk, és 20 olyan telephely van már, ahol a próbaüzem is megtörtént, úgyhogy semmi akadályát nem látunk annak, hogy május 1-én ez üzembe legyen helyezve, sőt, régió szinten olyan jól állunk a többi régióhoz képest, hogy fogunk tudni besegíteni annak a régiónak, aki esetleg úgy tűnik, hogy május 1-ére ezt nem tudná befejezni. Az Európai Unióban egyedülállóan a teljes országot lefedő jégkármérséklő rendszert 1,8 milliárd forintból építik ki, ami a gazdáknak nem jelent pluszköltséget, mivel a telepítést javarészt a vidékfejlesztési program keretében meghirdetett pályázatból fedezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A rendszer működtetése éves szinten 1,5 milliárd forintot tesz ki, ezt a kárenyhítési alapból finanszírozzák majd. A jégkármérséklő rendszer azonban nem csak a mezőgazdaságnak hasznos. Természetesen a jégelhárító rendszer elsősorban a gazdákat védi, de emellett ugye a lakosságot is védi, ugyanúgy a házakat védi, gépjárműveket, mindenfajta jégverés ellen, és azért gyakori ezen a környéken is, és országos szinten is, hogy hallottunk már rengeteg házat, rengeteg épületet, amelyeket elvert a jég. Tehát ez nem csak a gazdákat védi, természetesen azért épül, de védi elsősorban Balkányt, és védi a környékbeli településeknek is. A jégkármérséklő rendszert nem csak országosan szeretnék kiépíteni, már tárgyalások zajlanak Romániával és Ukrajnával is a rendszer bővítését illetően, ezáltal a határmenti települések védelme is fokozódna.